A Donetsk megyei Pokrovskban az orosz támadások következtében a kritikus infrastruktúra mintegy 80%-a megrongálódott, vagy megsemmisült, miközben az orosz csapatok mindössze 7 kilométerre vannak a várostól. Jelentette ki Szerhí Dobriak, a város katonai adminisztrációjának vezetője az ukrán televízió adásában. Számolt be az Erbeka Ukrajina hírportál. A veszély ellenére körülbelül 13 ezer lakos maradt Pokrovszban, köztük 94 gyermek. A városvezető szerint az ellenség módszeresen rombolja a polgári infrastruktúrát, így a város áram, víz és gáz nélkül maradhat. A nehéz körülmények ellenére az evakuálás folytatódik. Másfél hónappal ezelőtt 48 ezeren éltek a városban, köztük csak nem 5900 gyermek, emlékeztetett Szerhí Dobrak.